Weisz Máté koncentráltan, teljes átéléssel adott némi ízelítőt a jövő szerdai orgona koncertjükből a paksi belvárosi Jézus Szíve templom karzatán. Rendszeresen jár ide gyakorolni a nyáron, évközben pécsi gimnazistaként azonban csak hétvégenként van erre módja. 13 éves kora óta játszik orgonán. Évekkel ezelőtt nagymamáját kísérte el a templomba, de a fiú a misék alatt az orgona szót várta a leginkább. Máté zenetanárnak készül, és szeretne minél több helyen majd koncertet adni. Pakson, a Jézus Szíve templomban sem először lép fel. 2 éve volt ugyanitt egy ilyen koncertünk, ami egy óriási sikert aratott itt a paksiak körében, és ebből gondoltuk, hogy most is egy jó ötlet lenne egy ilyen koncertet itt szervezni. Paksiaknak nagyon tetszett, és ebből jött igazából az ötlet. Weisz Máté nem egyedül áll a paksi közönség elé augusztus 10-én. Gorni Mirjana Mira szintén orgonán fog játszani, de lesz fúvula kíséretük is. Az előadás során többek között Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, John Stanley, Gabriel Fauré, Alexandre Gilman, George Philip Telemann műveit adják elő a zenetanárnak készülő végzős diákok. Weisz Máté Felix Mendelssohn Bartholdy D-dur szonátáját várja a legjobban. Egy nagyon színes műsort fognak kapni, ugyanis fúvola közreműködés is lesz. Milos Ákovics Hanna osztálytársunk fog közreműködni a koncerten, illetve, ahogy mondtam, egy nagyon színes műsor lesz egészen a baroktól kezdve a 20. századig. Az orgona koncert augusztus 10-én szerdán este 7 órakor kezdődik a Jézus Szíve templomban. A belépés díjtalan.